Sziasztok! Itt megnézünk egy UV8286-os rádiót, illetve annak a kimenő teljesítményeit a frekvencia függvényében. Nézzük először, H-on van a nagyobbik álláson, és nézzük, hogy itt mit produkál. 138 megán. Itt olyan 3 watt. Akkor nézzük meg 142. Hét watt. 144-en. Kicsivel 5 watt fölött. Elfejtettem, hogy éppen természetesen műtőhelyésen van a rádió. Nézzük 145 százat. Öt volt. 152. Itt 6 volt. 165 mega. Hét watt, 170 mega, hát itt olyan 5,5 watt. És nézzük meg ugyezeket az értékeket UHF-en. 410 mega, 4 watt. Nézzük, 418 mega. 8 volt. 432 mega. Négy volt. 446 100. 4 watt és 460 mega. És egy kicsit 4 watt fölött. És akkor állítsuk át a rádiót középső teljesítményállásba, és nézzük meg, hogy ott mit produkál. Akkor kezdjük 138 megán. Hát itt másfél-két watt. 142 megán. Itt közel 5 watt. 144 megán. Itt 5 volt. Most itt 145 százat. Itt is 5 volt. Nézzük 152 megát. Volt. 165 mega. Öt volt fölött, 5,5. És nézzük 170 megát. És 5,5 volt. Akkor nézzük meg a UHF-et, akkor 410 mega, 2,5 volt,
Nézzük, 418 megát. Hot volt. 432 megán. Pedig 3,5 volt. 446 százon. 2,5 volt. És 460 megán pedig 4 volt. És nézzük meg ugyanezeket a mérési értékeket, hogyha a legkisebbre vesszük a teljesítményt. Ez mind a két esetben átállít, az alsó és a felső VFO esetében is. Nézzük akkor VHF-en, 138 mega. Fél watt, olyan fölött, olyan 600 milliwatt. Akkor 142 mega. Itt 2,5 watt. 144 mega. Három watt. Nézzük 152-t. 2,5 watt. 165 mega. 5 watt. És végül 170 mega. Szintén 5 watt. Nézzük meg a UHF tartományt. 410 mega. 1,5 watt. 418 mega. 3 watt. 432 mega. 2 watt. 446 100. 2 watt és 460 mega.